Mai műsorunkban Fábry Kornél atya homíliáját mutatjuk be, mely az első Mária Bestnyőimládi Fest nyitó miséjén hangzott el, majd a libanoni Sancta Maria Kor előadásában a Kumbaya My Lord című dalt hallgathatjátok meg. Az első Mária Bestnyőimládi Fest egyik érdekessége a civil falu volt, ahová olyan szervezeteket hívtunk meg, akik tevékenységükkel kapcsolódnak a fesztivál lelkületéhez. Műsorunk második felében a Copt Tours-szal és a Szent Gellért egyházi kiadóval készült interjúnkat hallgathatjátok meg. Egyszer egy anyuka bement a kis gyerekével a templomba, nem nagyon szoktak arra járni, és hát a gyerek mindenre rákérdez. És egyszer csak megálltak egy szobor előtt, és azt kérdezte, anya, ki az a bácsi, aki kívül hordja a szívét? Jó kérdés. Mi már annyira hozzászoktunk, hogy Jézust úgy ábrázoljuk, hogy látszik a szíve. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy most ennek egy külön ünnepet szentelni egy testrésznek. Hát ünnepelhetnénk Jézus szemeit, amivel ő ránéz Péterre, és az keserves sírásra fagad, mert látja az irgalmat Jézus szemében. Vagy ünnepelhetünk Jézus kezét, amivel annyi beteget meggyógyított, Jézus lábát, amivel vitte az örömhírt. Annyi mindent lehetne ünnepelni Jézuson. Miért pont a szívét ünnepeljük? És mit is ünnepünk igazából, amikor Jézus szívét ünnepeljük? Nyilván a héber felfogásban a szív az egész személyiség központja. Azt mondják, hogy nagyon sok minden a szívben dől el. Ugye mondják, hogy hát van szürke állományunk, van agyunk, gondolkodunk, és sok mindent ott dől el, de igazából a szívben is nagyon sok minden dől el. Csak figyeld meg a szíved reakcióját. Sok esetben nem az agyunk kezd el lüktetni, ha valami olyan hatás éri, hanem hirtelen elkezd hevesen dobogni a szívünk. Nem? Vagy amikor ilyen le vagyunk lassulva, akkor érezzük, hogy a szívünk is olyan nyugodtabb, vagy éppen amikor kell, akkor a szívünk az, amelyik pumpálja a vért, az egész szervezetünkbe, hogyha valaki komolyabb sportteljesítményt hajt végre, akkor is a szíve dobog meg. Amikor látsz olyan valakit, akibe beleszeretsz, akkor is a szíved dobban. Gyakran említjük a szívet mindenféle körülmények között, talán a legtöbb sláger a szívről szól. És azt is mondhatjuk, hogy valaki jó szívű, vagy kemény a szíve. Jézus is beszél gyakran, hogy ti kemény szívűek, vagy késedelmes szívűek. Akkor nem reagál elég hamar az ember lelke. Szóval úgy tűnik, hogy a szív az valahogy mindennél fontosabb. Amikor viszont Jézus szívét ünnepeljük, akkor igazából nem ünneplünk mást, mint Isten végtelen szeretetét, végtelen irgalmát. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, mondja Jézus, saját magáról. Nem alázatoskodó szívű, hanem alázatos szívű, és ez az alázatos szívű Jézus néha elég keményen odaszól, amikor éppen oda kell szólni. Mert a szeretet az nem a mindent megengedő, mindent elfogadó magatartás, hanem az okos szeretet az tud úgy szeretni, hogy a másikból a legjobbat szeresse ki. Hogy Jézus szívét ünnepeljük, akkor ezt azért is tesszük, mert maga Jézus mutatta meg a szívét nekünk. Vissza kell mennünk néhány évszázadot, és egy nagyjából 1500 kilométer nyugat felé utazni, mégpedig Paréleumoniába, ahol Jézus megmutatta az ő szívét Alakok Szent Margit vizitációs nővérnek, többször megjelent neki, és mikor azt mondta, hogy nézd, itt van a szív, amely annyira szereti az emberiséget, és amely nem kap mást, csak hálátlanságot és közönyt. És arra kéri Alakok Szent Margitot, hogy az ő szívét és az ő végtelen irgalmát vigye el az emberekhez. A maikor emberének is az irgalomra van leginkább szüksége. Sose láttam még valakit megjavulni azért, mert büntették, azért, mert korholták, azért, mert leszitták. De hogyha valaki felé van bizalom, hogy te még ezt jóvá tudod tenni, akkor a szárnyakat tud adni a másiknak. Isten ugyanígy néz ránk. Emlékszem egyszer, gimnazista koromban, hát vittem haza egy egyest, és hát nem volt mit tenni, be kellett vallani. Tudom, ma már nem kell bevallani, mert az e-naplók világában a szülő szinte hamarabb tudja a jegyet, mint a gyerek. De hogy én bevallottam, hogy hát apu, egyest kaptam. Nem mondom milyen tárgyból, nem akarom
semmelyiknek sem csökkenteni az ázsióját. És nem volt se büntetés, se szobafogság, se kiabálás. Édesapám egyetlen egy mondatot mondott, nem baj, fiam, majd kijavítod. Mit üzentesz számomra? Éppen azt, hogy bízom benned, hogy képes vagy kijavítani. Hát ezek után lett volna képem nem kijavítani? Az apám bízik bennem. Okozhatok neki csalódást? Hát nem. És Istennel is ugyanígy vagyunk, azt mondja, hogy itt az én szívem, ami végtelenül szeret téged. Még azt is engedtem, hogy egy egyszerű római pogány katona átdöfje lándzsával, hogy nyitva maradjon mindenki számára. És amikor az Isten szeretetét ünnepeljük, akkor idéznünk kell Szent Páltól, hogy betölt bennünket Isten minden értelmet meghaladó szeretete. Milyen ez a minden értelmet meghaladó szeretet? Nyilván a mi szeretetünk az, hát enyhén szólva is, korlátozott. Biztos, hogy mindenki tapasztalta már, hogy elfogy. Elfogy a türelem, odakaffantunk valakinek, elfogy a türelmünk másokkal szemben, lejjebb esik az ingerküszöbünk, érezzük, hogy már a saját szeretetünk nem elég. És akkor itt van, hogy mehetünk Jézus megnyílt szívéhez, és azt mondhatjuk neki, hogy Jézus, tölts fel a te szereteteddel. Minden egyes szentmisében, amikor megáldozunk, akkor igazából Jézussal egyesülünk. Magát, a szeretetet fogadjuk be. És talán az sem véletlen, hogy az egyház 2000 éves története során több száz eukarisztikus csoda történt, amit a Vatikán is elismert, és ezek közül jó néhány esetben, mikor valóságosan átváltozott az ostya és a bor, hússá és vérré, akkor legtöbbször szívizmot találtak benne. Azaz több esetben, akár néhány száz vagy ezer év különbséggel is eukarisztikus csodával szívizomrostokat találtak az átváltozott ostyában. És ráadásul összehasonlítva a két csodának az alanyát ugyanazt találták. Ugyanattól a személytől való. Jézus szíve. Megjelenik minden egyes szentmisében. Itt van az eukarisztiában. És önmagával akar bennünket táplálni. Azt mondja, hogy minden értelmet meghaladó szeretet. Amikor nem azért szeretek valakit, mert megérdemli. Nem azért, mert kiérdemelte, nem azért, mert okos, mert jó, mert ügyes, mert szép, mert sovány, mert magas, meg intelligens. Szeretlek, mert szeretlek. Ezt hívja úgy a görög, hogy agapé. Az ingyenes isteni szeretet. Amit senki emberfia nem tud felülmúlni, nem tud megelőlegezni, nem tud kiérdemelni. Isten maga a szeretet, és ő tudja betölteni a szívünket. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy örökké vele élhetünk. Jézus maga mondja, hogy üdvözülni, azaz eljutni az örök boldogságra embernek lehetetlen, de Istennek nem az. Azt is mondja Pál, hogy meg kell ismernünk a magasságot, a mélységet, a hosszúságot, a szélességet, mégpedig Isten szeretetének ezen tulajdonságait. Isten szeretete olyan magas, hogy soha nem fogunk felérni hozzá. Bármennyire szeretsz is, Isten szeretetét nem tudod túlszárnyalni. Aztán annyira mély Isten szeretete, hogy a legutolsó emberig is lehajol, hozzád és hozzám, és azt mondja, hogy így is felemellek. Ugye Liziói Szent Teréz mondja, hogy amikor lent állok a lépcső alján, és ott látom fönt Jézust, akkor szeretnék olyan kicsi lenni, amennyire csak lehet, hogy lejön értem, és a karjában vigyen fel, mert én egyedül nem tudok felmenni hozzá. És aztán Isten szeretete elég széles ahhoz, hogy a világon mindenkit elérjen. És erre a szeretet közösségre hív meg mindnyájunkat, és minket, katolikus keresztényeket, akik már találkoztunk az ő szeretetével, pedig arra hív, hogy tanúskodjunk az ő végtelen szeretetéről. Eukarisztikus kongresszusra készül az ország, reméljük már a világ is. Most úrnapja, szombatján 45 országban együtt imádkoztunk, több mint 900 helyszínen. Nagyon sokakhoz eljutott a híre, hogy mi is Isten szeretetét akarjuk ünnepelni, ami abban áll, hogy nem csak emberré lett, és ez már egy óriási alázata részéről, a világ mindenség teremtője egy emberi testbe bepréseli magát, nem csak, hogy meghal a szeretetben, nem csak, hogy feltámad,
hanem köztünk marad az eukarisztiában, az oltári szentségben. Van-e ennél nagyobb szeretet? Amikor Jézus szívét ünnepeljük, Isten irgalmát ünnepeljük, ami nyitva áll előtted is, előttem is, a Föld legnagyobb bűnöse előtt is. Megint Liziói Szent Terézt hadd idézzem, ő azt mondta, hogy ha a világ összes bűnét elkövetném is, az is csak egy csepp lenne az isteni irgalom óceánjában. Nyilván nem arra bátorít bennünket, hogy akkor kövessünk el bármit, mert Isten úgyis megbocsájt. Nem, a szeretet választ vár. És nincsen nagyobb csalódás, mint mikor szeretsz valakit, és elmarad a viszont szeretet. Jézus is szomjazik a szeretetünkre, mert azt akarja, hogy a szeretetben élve, az életet példája által minél többen rátaláljanak az ő végtelen szeretetére, az ő irgalmára, az ő megbocsájtására. Ma, amikor Jézus szívét ünnepeljük, akkor gondoljunk arra, hogy Istennek van szíve. Nem mondhatjuk azt, hogy szívtelen, mégpedig nagyon is jó szívű. És ez a szívhez mindig oda mehetünk. Így már értjük, hogy amikor Jézus szívét ünnepeljük, Isten magát ünnepeljük, az ő végtelen szeretetét, elfogadását, megbocsájtását és irgalmát ünnepeljük. Hát én kívánom, hogy legyünk mi is olyan keresztények, akik kiteszik a szívüket másokért. Hogy mi is kint hordjuk a szívünket, lehet, hogy megsebződik, de a szeretet az már csak ilyen. Aki szeret, az kockáztat. Isten pedig nagyot kockáztatott. Hát legyünk mi azok, akik hálával fordulunk felé azért, mert ő végtelenül szeretett bennünket. Ma is hálát adunk neki, hogy sosem fordul el tőlünk az irgalma, minden nap megújít, minden nap hozzá mehetünk, és ezáltal, hogy föltöltekezünk nála, így tudjuk elvinni az ő szeretetét mindenhova, mert leginkább Isten elfogadó, feltétel nélküli szeretetére van szüksége a mai világnak is. Legyünk ennek tanúi, vállaljuk ezt a küldetést, és irgalmasság cselekedeteivel tegyünk tanúbizonyságot Isten végtelen szeretetéről. Amen. Oh,
A koptotúrz szoktunk menni zarándok Egyiptomba, a keresztény helyek, ahol csak Egyiptomban lehet látni és ismerni a kolostorok a 4. és 5. században. Ott a keresztény forrás, Szent Antal, Szent Pál, ott éltek, és ez nagyon jó különleges tapasztalat, ezért raktunk, hogy lelki kaland, mert ez tényleg lelki kaland, akik ott mentek velünk, és akik mennek velünk, ez mindenki mondott, hogy különleges tapasztalat lehet nyerni, akik mennek a kolostorok. És a pálosik szoktak velünk menni, és itt jöttünk a fesztivál, hogy mutatunk a fiataloknak, hogy van keresztény, mert sokan, akik jönnek itt, és kérdezem, hogy tudjátok, hogy hány ember keresztény él Egyiptomban? Mindenki mondott, hogy bár százok, nem tudom én, de nem tudnak, hogy 15 millió keresztény, kopt keresztény él Egyiptomban. És a célunk, hogy ismernek a másik keresztények, és tényleg a zarándok, amit szoktunk szervezni, ez mindenki tud jönni velünk, és ezért itt vagyunk ma. Az idei évben Szabolcs atya, a budapesti Szikla templomnak a házfőnöke újra elindul a Copt Tours-szal Egyiptomba, hogy meglátogassa az ottani Szent Pál és Szent Antal, Remete Szent Pál, Remete Szent Antal kolostorokat, és egyben többen is mennek a templomunkból, illetve máshonnan Budapestről testvérek. Úgy gondolom, ez egy kivételes lehetőség a magyarok számára, hogy megismerkedjenek a Remete Szent Pál rendjének az eredetével tulajdonképpen. Azt tudjuk, hogy Magyarországról ered a pálos rend, azonban azzal kevesen vannak talán tisztában, hogy Remete Szent Pálnak a lakóhelye, illetve az a puszta, ahol a sivatagban élt és Istennek szolgált, Remeteként, az pontosan hol helyezkedik el, és mi a jelenlegi, vagy hogy néz ki a jelenlegi élet, mi ott az ottani kultúra. Mostanában sokat hallunk a televízióban a koptokról, az egyiptomi őslakosságról, az ottani keresztényekről, ami talán egyre többeket izgat, hogy mi is a helyzet ezekkel a keresztény testvéreinkkel, közülük többekkel lehet találkozni mostanában a médiában is, Magyarországon. És ahogy mondtam, ez egy kivételes lehetőség, hogy saját egyéni tapasztalatot, személyes tapasztalatot szerezzenek, az ottani életről találkozzanak ottani keresztényekkel. Hozzá kell tenni, hogy a keresztény kultúrának az ottani emlékei egészen a 3.-4. századra mennek vissza, amikor Szent Márk apostolnak, illetve evangélistának a hatására elkezdődik az evangélium terjedése Egyiptomban, és rövidesen egyiptomi keresztények lesznek a lakosságnak a nagy része tulajdonképpen. Szóval, hogy biztatok mindenkit, hogy a Copt Tours-on keresztül, akár a Facebook oldalon, vagy a honlapjukon keresztül keressék az információkat. Több ilyen lehetőség is lesz majd, hogy Egyiptomba látogassanak ezekre a csodálatos helyekre. A Szent Gellért Egyházi Kiadó vezetőjeként vagyok itt a Ladifesten. Elsősorban azért, hogy a medjugorjei ismeretekről szertehessenek a fiatalok. Itt kedvezményesen hoztunk egy ismertetőt, képes lapokat, hogy aki még nem járt ott, legalább képeken ismerkedjen meg Medjugorjéval. Valamint minden előadáshoz készítettünk, állítottunk össze könyveket, kiadványokat. A ma esti Fábry Kornél atyának az eukarisztikus kongresszusról, de itt van Ferenc pápának a frissen kiadott Örüljetek és újongjatok enciklikája is. Megpróbáltunk minden érdeklődőnek megfelelő könyvet, lelkiségit,
az előadásokhoz kapcsolódóan, a drogprevencióhoz szakirodalmat, a lelkiségieket, ifjúságneveléshez szintén egész sorozatokat hozni, párválasztáshoz könyveket, és nagyon nagy gondot fordítottunk arra, hogy különböző jezsuita atyáknak és előadóknak a könyvével jöjjünk. Mócs Imre atyának a könyvét ajánlom, de a Pálos Antal atya előadásához is hoztuk az Özséb című könyvet, illetve Boldog Özséb életét filmen bemutató DVD-t. A leglényegesebb az, hogy lássák a fiatalok, hogy milyen választék egyházi irodalom van, hogy ezen a téren bővüljön az ismeretük, és így, ha nem is vásárolnak, de legalább tudatában legyenek arról, hogy ilyen lehetőség is van, hiszen nagyon kevés könyvesboltba találnak akár csak töredékét az itt jelenlévő könyveknek, ami valóban lelki táplálékul szolgálhat akár fiatalnak, akár idősnek egyaránt. Nagyon fontosnak tartom a személyes találkozást is velük, illetve a könyvek tartalmának bemutatását, hiszen legtöbbje úgy jön ide, hogy mi az, ami neki való, ami neki szólhat, és erről egy ismertetőt mondunk, adunk, beleolvastatunk velük a könyvbe, és mindjárt más szájízzel mennek tovább, akkor is, ha vásároltak a könyvből, ha nem. Ez volna a fő célunk itt is, a lelkipásztorkodásban segíteni az atyáknak a munkáját, hitoktatókét, illetve a lelki gondozókét. A misszionálás nagyon fontos, sajnos nagyon kevés lehetőségük van a mai fiataloknak ilyennel találkozni, és ezért készülünk az ilyen előadásokra. Nagyon sok kiadó könyvéből válogatjuk össze azt a témát, ami egy-egy rendezvényen terítékre kerül. Itt is közel 50 kiadó kiadványaiból masoláztuk össze a legjelentősebbeket, hogy minden előadáshoz kapcsolódóan legyen könyv, illetve minden lényeges dolog, ami a fiatalokat érdekelheti, párkeresés, párválasztás, házasság, családnevelés, minden témában legyen szakirodalom. Hát röviden lényegében ez volna a célunk. Köszönöm szépen! Ha szeretnéd megtalálni a helyed, és megismernél egy olyan közösséget, ahol a hit nem ciki, hanem alap, amelyre sikeres és boldog életek épülnek, akkor keresd minket a Facebookon is, a Mária Besnyői Mládi Fest oldalán. Szeretettel búcsúzom a 2018-as fesztivál mottójával, minden lehetséges annak, aki hisz.